motorhangok. Ez valóban egy állóhajlaték. Így oltas a motorhang, hallani ezt a kipufogónál, dörröknek a szelepet, szóval. Hallatszottak a bizonyos 4-8-es, és jönnek sorban a Mustangok, egymás után egyik típus, a másik után úgy látom, hogy itt négy torlóerő van ebben. Most láttam, hogy majdnem becsúsztak az ütőellenőrzőben, ahogy ott is lehetett volna. Mert egyébként itt ilyen fontossági verseny van, hogy egy horvát is van, talán, mert ilyen a kompakt tűnő Mustang van. Elveszettem a minnyáttal a következő autóban, 94-esen, egyetlen egy vezetőn láttam. A Ford Mustang akkoriban, és a mai napig is egy nagyobb autó. És az első BMW érkezik 95-ös rajtában, három évnek se uválták ezt az autót, a BMW 2000 CX. Nagyon spéci lámpákkal, mert hogy ennek ezt az autónak egy ritkán látjuk. Az autó hátulja már azért ismerősebb lehet. A cápa BMW-kről 2000-es CX, már akkor keret nélküli ajtókkal rendelkezett, tehát ha kinyitják ennek az autónak az ajtaját, akkor már nincs az ablaknak kerete. A hátsó ablakot is lehajtva, egy igazi komplet kupéérzés látható. Úgy látom, az időmérő óra megadta magát, így mindenki majd valamilyen más időre fog pontosan bejönni. 95-ös rajtszámban Hubert Fieber és Gerti Lieber használja a tökéletes autóját. 96-osan pedig egy 123-as Amazon Volvo látható. Érdemes az interneten ránézni a 60-as évek rally versenyeire. Ezekkel a Volvókkal nagyon keményen rallyztak Svédországban, és az építés az autónak nagyon robosztus és nagyon ideális volt versenyezni. 98-asan Rudolf Hammerschmidt is kapja Hammerschmidt-nek Morgannal, és hát azért különleges Hammerschmidt túl autója, mert ő Ausztriában a Morgan importőr, és ez az autó 1968-as, de ahogy említettem itt a mezőny ellen, és remélem sokan mondom, hogy az egész mezőny megnézték, ez az autó lehetne akár 2003-as is, mert ugye Morgan a mai napig ebben a formában gyártja ezeket az autókat, és folyamatosan elérhető tehát egy-egy Morgan, ha valaki államautót keres, itt a megoldás, Morgan. MGC, már egy Sebring, egy Turingon változat, ugye nem láttad az autó hátulja, hiszen szemből nagyon hasonló a fénykipus. Hát ezen extrák vannak a versenyzéssel, speciális bőr rögzítő, hogy a motorház között fölnek tapadjon a semmilyen körülmények között, köklámpák, kupolcsövek, speciális benzinbetöltő, minás, lökhárítók elfelejtve, tehát ez igazán rally autó, hatalmas 46-os rajtszámban, ugye az FIA, az Autosport Szövetség akkoriban ezt a hatalmas rajtszámot írta el. Egy lévő kis sárnalát, nem tudom, hogy pontosan mit lehet, de lehet, hogy áramtalanodásra kapcsolódik. És aztán, hogy lássuk a szívja változatot is, itt egy MGC, ami szívja és nem cukor, hanem kabrió változat. Most egy 550 Spider 1968-ból. Hát ő, Mexikó Carrera Panamericana az izány, hogy ez az amerikai vagy mexikói verseny, ahol ámol védekkel leírni a lehető leggyorsabban, a bizony fantasztikus, különleges darab, és reméljük nem sietnek, hogy mindenki tudjon készíteni egy évekre nagyon répa az, amikor ilyen autók látszódnak. Az összes reklám az autón egyébként eredeti, tehát ne ígyesítve, hogy egy összerakhatatlan autó, ezek mind korbi reklámok, hogy a mexikói Carrera Panamericana versenye szerepeljenek. Nem kell megijedni, az autók ilyenek, szólnak el, hogy termelők, hatalmas kifutók vannak összevezetve, és aztán, hogy lássuk egy kis ellenportot, egy Steyr 500-as, itt most éppen kemény kettővel is, csak egy napfénykező nyitható a tetején, 505 centi, 21 néhány lóerő, gyakorlatilag ugye a kisforszi bázisa volt a Fiat 500, és aztán a Steyr is ezt a licencet használta, és alkotta ezt az autót. A tömegautók voltak, de sajnos el is maradt belőle.
106-osan szemben érdemes megmondani, hogy az úgynevezett kutyacsont export, mert hogy egy kutyacsont alakul a hűtő maszkja, és ennek ez is maradt a beceneve, nagyon nagy sikereket ért el ez az autó a rallypályákon, ez már a 70-es évek vége. Ez az autó 69-es egyébként, de a 70-es években érték el a rally sikereket, és ez egy kutyacsont export ennek az autónak. Minden versenyen ott volt, valami a kantotok ragyom, ugye aminek a megálló pontján vagyunk, ez egy régi részvedő. Jaguar MK2-es, Ferdinand Spielbergen és Alex Mandon, Indy és Alex Mandon ezen az autón. Ilyen hárman ennek az autóban ezért szerepel nálam sok-sok kétből, és 107-es nagy számban. 2009 óta veszett részt a rallyn, és mindig visszatérő vendégek vagyunk. Szeretjük ezt a típusú versenyzést, amikor ugye pontos időket kell teljesíteni. Számszínűleg sem Hautziger és Martinnak egy-két fangunk Bonnárral, és aztán, ami következik, azt nem biztos, hogy kitalálja mindenki messziről. Ez egy Marcos, ami érkezik, egy angol sportkocsi gyár, amelyik sok-sok típus motorját használva, hallottam én már Ford és Volvo motoros Marcosokról is, és nagyon híres arról ez a gyár, hogy gyakorlatilag a hosszabb ideig alkalmazták a favázakat az autóikon. Ez az autó már szerintem nem favázol, de látszik, hogy minden eleve műanyagból van, és hogy különleges, és nem állítható az autóban, hanem a pedálokat lehet közelíteni, ha benéz az ember, látva, hogy mégis néz az ülésnél, hanem a pedálokat lehet közelíteni a lábhoz, tehát ha valaki alacsonyabb vagy magasabb, a pedál tud odaállítani, a kormány muszá állítani, a kormányon nem lehet állítani, és az ülés is néz. Hát kiszállni nem lehet, tehát ki gurulni lehet ebben az autóban, ebben volt szerencsére ilyen kipróbálni. Ezt a Mercedes SL típus pagodának, ezt most nem tudom bemutatni, hogy könnyen, hiszen ez egy kabrió változat, illetve most a kabrió tető van rajta, mert minden ilyenhez jár egyébként egy kemény tető, és ez a tető pagoda tető, tehát egy picit homorú, és ez a legendás 190-es 300-esen, és aztán a 190-es követője, ez a bizonyos SL pagoda típus, amelyet szintén több mint 10 éven át gyártotta a Mercedes. Ilyen problémát látok az autó orrán, 113-asra ez egy sportkupé, Fiat 124 sportkupé, és megint csak azt kell mondjam, amit elmondtam itt többször, hogy aki ismeri a Fiat 124-est, én azt mondom, mindenki ismeri, csak nem sejtő, hogy ugye az a Zsiguli alapja a 124-es Fiat, és ez annak a sportkupé változata, hát egy picit sajnálhatjuk, hogy annak idején a szovjet kényelőt elhelyezett arra, hogy másolták le, azért azt mondom, egy kellemes látvány ez a kupé, a Fiat ezt készítette tehát sportkupéként a 124-esből. Tannendienst, azaz betegszerű, és ez egy kormű sárga angyal, hogy úgy mondjuk, hogy Ausztriában nem sárga, hanem fehér angyal volt ez a bizonyos gyorssegély, ugye betegszerviznek hívják, a Magyarországon is ugye az M7-esen, vasárnap a Balatonról hazatartó felforró Skodák megmentőjének voltak azok a bizonyos sárga angyalok, hátul egy nagy szerszámos ládával, némi benzinnel, éksziakkal, gyógyásalosztóval, megszakítottal, hogy mindig kellettek ahhoz, hogy ugye mindenki hazataláljon. 115-ösen egy újabb Bogár, ugye a Bogár kihagyhatatlan autótörténeti szempontból, és különleges, mert automata Bogár, ez azért nem tipikus, hogy úgy mondja, tehát ez is egy szép indulj darab. 115-ösen András Graf és Regine Graf jöttek ezzel az autóval, de nagyon különleges a erős motor ebben a Bogárra. 116-os egy szintvány francia autó, 1978 szóval gyönyörű, tökéletes restaurálás után farmotor, és ezzel is természetesen a rally felületek szerepelnek, hiszen a 70-es években minden ilyen rallyztak, amelyik alternatív kereken volt, a franciák sem akartak ebből kimaradni, a szinta sajnos megszűnt azóta, de az autó ma is itt vannak, és nagy öröm, hogy így ilyen autót látni. Az egyértelmű, hogy úgy mondjam, szépség kiban az autón, azok a nem kordi felé, tehát a 70-es évek elején ilyen felé nem voltak az autón. A következik egy újabb Fiat 500, ugye most itt az eredeti, eddig Steyr bokokat láttunk, és ez pedig Fiat 500, tehát ez az eredeti lapított végű kipufogóval, és akkor úgy mondjam, a Polski Fiat 126-osnak is az előbb modellje, ez motor, két hengyel, légkütés, nem lehet probléma, ez azért
látta akkor, ugye, hogyha elszakadt az úton bomben annál a bizonyos úton, mert hogy ennél az autónál a munkás kapcsolóval nem lehetett indítani, hanem egy bombennel kell indítani a vezető mellett. Az autó